Arany János, Toldi, első ének, részlet. Hé, paraszt, melyik út megyen itt Budára? Kérdi Lacvin hetként, csak amúgy félvára, de Toldinak a szőz szívében nyillaink, és olyan döbben rá, hogy kívül is hallik. Paraszt, én. Emígy füstölök magában. Hát ki volna úr, más szélesse a tárban? Toldi György talán, a róka lelkű bátyja, ki Lajos királynál fenn a tányért váltja. Én, paraszt, én. Amit még a szóhoz gondolt, Toldi Györgyre szörnyű nagy káromkodás volt. Az a nehéz fát könnyedén forgatja, mint csekély botocskát véginél ragadja. Hosszan egyenesen tartja fél kezével, mutatván az utat, hol Budára tér el. És mintha vassá volna karja maga válva, még csak megserezzen a kinyújtott szálfa. Nádor Ispál látja Toldit a nagy fával, és elámul rajta mindegész adával. Ember ez magáért, Lacvi mond. Akárki, nos fiúk, birokra hadd lássuk ki, áll ki. Vagy kitartja fel azt a hitvágyrudat, amellyel mutatja és suhant az utat. Szégyen és gyalázat, zúg morog mindenki, egy paraszt fiúval mégsem áll ki senki, de kivíne a bajt az égi háborúval, szélveszes, zimankus, jaros borúval, és kivíne a Isten tüzes haragjával, hosszú, kacskaringós és terő nyilával, mert csak az kössön ki Toldival, ha drága, s nem megunt előtte Isten szép világa. Jaj, keserves annak, aki jut kezébe, meghalt anyjának is visszari a lébe. Elvonul a hadnép, hosszú tömött sorban, Toldiról beszélnek az egész táborban. Mindenik mondnék egy nyájasat vagy szépet, mindenik derít rá egy mosolygó képet. Egyik így szól. Bajtás, miért nem jössz csatára? Így legénynek, mint te, ott van a nagy ára. Másik számva mondja. Szép öcsém, be nagy kár, hogy apád paraszt volt, s te is az maradtál.